Bartók plusz Pilinszky plusz Ódor. Ódor János Gábor, Tercia Dié. Nagypénteken, 1958. április 3-án este Pilinszky János bekapcsolta a rádiót. Bartók harmadik zongora versenye szólalt meg, a felvétel sercegett. A költő leült asztalához, az előkészített papírra ráírta harmadnapon. Aztán hátradőlve bambult a semmibe. A lassan döcögő szerelvény hirtelen fékez, és hosszú fémcsikorgást követően megáll. Nem haladhat tovább a vonat, a pályát felrobbantották. Meggyötört arcú parasztok és vasutasok bombatölcséreket lapátolnak vissza. Az összegörbült vasak közül próbálják kiemelni a még újra hasznosítható darabokat. Lassan száll fel a pára ezen a március végi reggelen. Közvetlen közelben szétlőtt, lebombázott vasútállomás épülete füsttől, mellette földből kifordult hatalmas bükkfa. A teherkocsikból átalakított vagonokban septében eszkábált pricseken borostásarcú, éhező magyar katonák ülnek. A honvédek összetekert sátorlapátjaikat ölelik magukhoz félálomban. Gyalogsági puskáik a padlón. Szemernyős bőrtábori sapkáját mindenki mélyen a szemébe húzza. A fűtetlen, áporodott és állott dohányszagú vagomba belép az osztag parancsnoka. Katonák! A németek azt a parancsot adták, ami kicserélik a sineket, maradjunk a helyünkön! Tovább trappol a következő kocsiba, bakancsának döngő lépte visszhangzik a deszkákon. Senki se tudja, mit keresnek Németországban. A nyilas hadvezetés miért adta át őket, és főleg harc nélkül, miért haladnak immár hetek óta észak felé? Budapest hosszú és véres küzdelem után elesett. Berlint a szovjetek folyamatosan lövik. A sztálin orgonák hangjától összeszorul a katonák üres gyomra. Elnyújt kabátjukat a hátukra terítik a kettesével hármasában ülő honvédek, csak egy alak burkolózik bele, miközben rázza a hideg. Egy tiszthelyettes figyeli őt jó ideje, odalép hozzá. A 20-as éveinek közepén járó fiatalember olivazöld színű zubbonyának lehajtott gallérján őrmesteri fokozat, karján karpaszomány. Leül mellé, kezét a még fiatalabb bakavállára teszi. Veled mi történt? Megsebesültél? Hogy hívnak, honvéd? A nevem Ódor János, és azt hiszem, poshat vizet ittam. Tegnap előtt egy pocsolyából merítettem be kulacsom, míg állt a vonat. Azóta többször hánytam, őrmester úr, és érzem, magas a lázam. Nagyon remélem, nem vérhas. Láttam már ilyet. Kórházban dolgoztam évekig. Belepusztulhatok, ha nem kapok rá szérumot. Az őrmester előre dőlve figyel, enyhén hullámos, régen nyírt barna haját oldalra fésüli. Szája szép vonalú, füle rendkívül kicsi. Álla markáns, orra finom metszésű. Sápadt arca beesett, hangja visszafogott. Remélem, tévedsz. Van kedved beszélgetni? Egy hete nem szóltam senkihez. Az én nevem Pilinszky. Tegeződjünk. Hívhatsz, ahogyan a családban, Jancsinak. Hány éves vagy, ruszám? Mióta katonáskodsz? Vegyél egyet, hát ha megnyugtat. Bal mellény zsebéből elővesz egy pakli dohányt, megkínálja társát. Hamarosan már ketten fújják a füstöt. A honvéd remegő kézzel válaszol. 21 múltam. Tavaly októberben soroztak be, addig a budai Szent Ferenc kórházban szolgáltam.
Dunántúlról származom. 14 évesen tüdőbetegen kerültem a fővárosba, és a ferences atyák jóságának köszönhetően gyógyultam meg. Ahol éltem előtte, nagy falu, régi mezőváros. Ott jártam ki 6 elemit. Van egy szép ferences templom és kolostor. Páter Szabó Szerafin vezeti. Eszébe jut a pap kerek szemüvege, szelíd tekintete. Beszéde megakad egy pillanatra. Annyira szerettem barna csuhájukat, sokat minisztráltam nekik. Erősen vallásos a családom, édesanyám mosott rájuk. És mikor megbetegedtem, a házfőnök megígérte, hogy bejuttat a rend székes fővárosi kórházába. Majd fél évig gyengélkedtem, próbáltam magam hasznossá tenni. Aztán megkérdezték, maradnék-e szolgálónak. 4 testvérem van, 2 bátyám és 2 húgom, szegényen éltünk. A férfiak mind a Friedberg gyárban dolgoztak, csak hogy oda nem könnyű bejutni. Végül megengedte apám, hogy maradhassak. Dr. Fodor Jenő sebész főorvos mellett sokat tanultam. Mózer Elek igazgató úr tartott, ameddig lehetett, de 44 őszén csak behívtak, mielőtt bekerítették Budát az oroszok, és azóta csak visznek. Te fővárosi lennél? Mi a szakmád? Talán bankban dolgozol? Kintről csípős füstszak szivárog be. Csákány és lapát hangja német szavakkal keveredve szűrődik át a nyílásokon. Én a piaristákhoz jártam, ott érettségiztem 39-ben. Apám katona volt, kemény ember, de nők neveltek fel. Anyám, nővérem, nagynénéim. Aztán tanultam a bölcsészkaron, segédszerkesztőként dolgoztam egy lapnál, mikor behívtak. Igazából csak az irodalom érdekel, a költészet. Megjelent néhány versem. A fizikumom gyenge, ennek ellenére befogtak katonának. És nem értem, mi folyik itt körülöttünk. Ez a háború, sok értelmetlen halál, itt vagyunk ezen a senki földjén, totális skandallum. Elhallgatnak. Elmondanád egy versedet? Nem szívesen. Nincs most ideje ennek. Csendben ülnek tovább. Talán egyet mégis, ha szeretnéd. Az a címe, Halak a hálóban. 3 éve írtam. Csillaghálóban hányódunk, partra vont halak, szánk a semmiségbe tátog, száraz űrt harap. Suttogón hiába hív az elveszett elem, szúrókövek kavicsok közt fuldokolva kell, egymás ellen élünk, halnunk, szívünk megremeg. Verkődésünk testvérünket sebzi, folytja meg. Egymás túlkiáltó szónkra visszhang sem felel. Öltökölnünk és csatáznunk nincs miért, de kell. Bűnhődünk, de bűnhődésünk mégse büntetés. Nem válthat ki poklainkból semmi szenvedés. Roppant hálóban hányódunk, s éjfélkor talán étek leszünk egy hatalmas halász asztalán. Pilinszky gesztusai szögletesek és szélesek, mint egy karmester,
Jobb kézfejével viszinteseket és függőlegeseket rajzol, vékony karja hűen követi. Kezében izzó talpas cigarettáját hol mutató és középső ujja közé fogja, hol mutató és hüvelykujja közé csippenti, kifelé mutatva az égő zsarátnokot. Időnként beleszippant, szinte harapja, és végtelennek tűnő ideig tartja tüdejében. Majd mikor neki kezd mondandójának, egyszerre böffenti ki a füstöt. Teljesen váratlanul racsol, az erreket franciásan pörgeti néha, az esseket pöszén ejti alkalmasint. A szeme hol elkomorul, hol kémlel, olyankor száját felhúzza. Szavalat közben kántálva sokszor felhúzza a mondat végét. Érted? A második szótag magasan marad. Azt hiszem, igen. Hiszel a túlvilágban, Jancsi? Hiszek. De ez nem volt mindig így. Nehéz utam volt. Kerestem sokáig a jó Istent. A szó közepi est hosszan megnyomta. Egy domonkos rendi pap mondta nekem, nagyon szerethet az Isten engem, ha hagyott ennyit szenvedni. Nézd, amikor behívtak, magammal hoztam több regényt is, de kidobáltam mind. Ebben az őrületben nem érvényesek a kitalált, szépen megírt történetek. Beletúr 42-es hátizsákjába. Egyetlen könyvem maradt, az evangélium. Ez az egy hiteles. A honvédet elkezdi rázni a köhögés. Gyomorsabb marja a légcsövét, csak lassan csitul el. Az őrmester tekintete a távolba mered. Azt se tudom, hányadika van. Talán március vége lehet. Most, hogy emlegetted, annyira megkívántam a halat, hiszen bőjt van. Ne gondolj az ételre, könnyebb úgy. Egyébként március 27-e van. 3 nap, és itt a húsvét. Emlékszel a régi húsvétokra? Hogyne, a régi falusi locsolkodások, szép lányok, friss sonka, főtt tojás, Úristen! Igen, de én a megváltásra gondoltam. Krisztus meghalt a kereszten, és 3. napra feltámadt. Meghalt értünk, bűnösökért. Hodornak eszébe jut egy 6 évvel ezelőtti húsvéti élménye. 1939 tavaszán már mindenesként dolgozott a kórházban. Az ünnep előtt behoztak egy vele egykorú fiút, Bartók Petit, aki leesett a fáról és elvesztette eszméletét. 2 napot bent tartották megfigyelésre, őt jelölték ki segítőjének. Hamar barátságot kötöttek. Péter elhívta a közeli házukba egy hétvégén, Pasarétre, a Csalánútra. Az épület 3 szintes szecessziós villa volt, úgy bérelték Bartókék. A kórházról jó 20 perces sétával ért oda, keresztül a Hűvösvölgyi úton, ünneplés ruhájába bele sem izzadt. Az épületet tömör kőlapokon álló fonodrótkerítés vette körbe. Péter apja egy rendkívül vékony, fitosorrú, hófehér hajú férfi volt, aki otthon is öltönyt viselt. Szögletes szemeit tágra nyitotta. Mint kiderült, zeneszerző. Emeleti dolgozó szobájában ült székén, lábait szorosan keresztbe téve, mikor fia bemutatta őt. Honnan származol? Simontornyáról, Tolna megyéből, méltóságos uram. Elmerengett a férfi. Én már jártam arra felé.
Azt a népdalt ismered, hogy Kormos Pistát Simon tornyán megfogták? Nem hallottam még. A fiú lesütötte szemét. Jó 30 éve gyűjtöttem a dalt és a szöveget felső íregen. Odalépett asztalához, ajkához illesztett egy furuját, és lejátszotta az egyszerű dallamot. Ugye milyen gyönyörű? Szinte lebeg! A kalotaszegi faragott asztalon kottahalom volt. Felső lapjára ráírták Violin Concerto. Látod? Ebben is sok népi dallam szerepel. Csupa vonos. Néhány hónapja mutatták be Hollandiában. Szereted a hegedűt? Ha teheted, hallgasd be meg egyszer felnőttként. Persze csak amennyiben ezek a hitvány gazemberek hagyják, hogy a magadfajta szegény legények is hozzájuthassanak a zenéhez. Ahogy most alakul, az lesz a csoda, ha túléljük a következő éveket. Gonoszok irányítják Európát, és a mieink követik őket, mint a birkák. Becsörtetett Péter. Apuka, játszhatok Janival? Menjetek csak, fél óra múlva süteményt állalunk a kávéhoz. A körtefát kerüljétek el! A honvéd nagyon sóhajt, beletúr ritkoló hajába. Egyszer beszélgettem egy zeneszerzővel. Azt mondta, hitvány gazembereket szolgálunk. Mondd, mi végre ez az egész? Fogai vacognak, szeméből csorog a könyv. Az osztok fele már elhullott. Meghalunk hamarosan. És ha túléljük egyáltalán, Jancsikám, akkor mi lesz? Hogyan lesz tovább? Az altiszt eltöpreng, rágyújt következő cigarettájára. Eltűnődve nézi a kietlen romos tájat. A felélénkülő szél pernyét hoz feléjük. Akkor megpróbálunk együtt élni az önváltal, és vezeklünk, amiért túléltük ezt a háborút.